A ballagás ünnepi pillanatait megelőző percekben az intézmény aulájában elhelyezett kivetítőn a végzősök fotói mellett az általuk elért nemzetközi, országos és megyei helyezéseket, a megszerzett nyelvvizsgákat, a tanulmányi és sportsikereket ismertették az ünnepségen résztvevő szülőknek, rokonoknak, hozzátartozóknak. A himnusz közös éneklése után Pelbárt Enikő szavalta el Szabolcs Erzsébet Forrás legyél című versét. Ezután Vitelki Luca és Kovács Kristóf a Quimby ismert slágerét, a Most múlik pontosan című dalt adták elő. A búcsúztató osztály nevében Gál Réka köszönt el a maturálóktól. Az ifjú szónok szerint az iskolát a 12-esek tették ilyen különlegessé. Még ti se tudjátok a válaszokat valószínűleg, és most jöjjenek a jó öreg közhelyek. Tudniillik, nem a közhelyek unalmasak, hanem az unalom közhelyes. Ahogy itt van előttem a közönség, úgy előttetek az élet. Ahogy megtanultok itt egy csomó, most még triviálisnak tűnő sületlenséget, amit ki tudja mikor, lehet egy életeteket meghatározó pillanatban fogtok felhasználni. Legfeljebb a maradt talfomban. Ahogy hiába tudjátok, hogy mikor volt a Muhi csata, na mikor is, azonban tengernyi szituáció megélésére senki sem készített fel. Ahogy vár az élet kapuja, továbbtanulás, munka, ház, házasság, gyerekek, számlák, vagyis számlák reméljük azért mégsem, és vajon boldogok leszünk? A búcsúzó gondolatok után Bliszkó Zsófia és Zakar Adrián lépett a mikrofonhoz, akik a Pokolgép zenekar Hol van a szó című dalával készültek hozzátartozóiknak. Egy szebb holnapot, melyet szebbnek láthatok. Szeretném, ha másképp élhetnénk, egymásra nyíltan. A dal után Gulyás Gitta idézett fel néhány gondolatot Szent István király intelmeiből, majd Erdei Helga, Kovács Kristóf, Zakar Adrián és Gál Eszter adta elő sajátos módon Rúzsa Magdi Jel című dalát. Fekszünk itt hátul, altat a szél, ne siess kedves, van előttünk még, menni, 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 míg csak útra találsz. Hagyni, 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 hogy csak vigyen a vágy. Élni, 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 úgy, hogy semmit se bánj. És szemedben a jel, látod, amit kell. Szemedben a jel. Ezt követően Toplenszky Zalán a ballagók nevében intett búcsút az iskolának, tanároknak és a diáktársaknak. A végzős emlékeztette társait a közös élményekre, osztálykirándulásokra, a bocskai napokra, a kampányfilm készítés vitatkozásokkal teli időszakára is. Számomra az első igazi közös élményt a gólyatábor jelentette. Itt már együtt küzdöttünk egy adott cél elérése érdekében. És ez a szellemiség nem változott. Csak időközben felnőttünk. És nem mint a legkisebbek, hanem a legnagyobbak állunk itt a tisztelt hallgatóság előtt. Iskolánk büszkeségei, akikre jó visszagondolni. Naphosszat sorolhatnám azt a megannyi élményt, ami a bocskaihoz köt minket. 9. a gólyabálon együtt szórakozhattunk, majd következett a bemutatkozó tánc, 10. büfét szerveztünk, 11. pedig következett a kampány időszaka, 12. a szalagtűzés, ami jelezte a
felé 4 éves, illetve 6 éves munkánkat. A maturáló beszéde után a zászlók átadása, átvétele következett, majd a diákok felkötötték a lobogókra az idézeteket tartalmazó szalagokat. Ezt követően az igazgató búcsúzott el a ballagó tanulóktól. Gál András szólt arról, hogy a 12-esek életük ünnepélyes pillanatához érkeztek, ettől kezdve felelősek lesznek azért, ami történik velük. A középiskolás évek legmeghittebb órája érkezett most el. A csengőszóma azt jelzi, hogy a 6 év folyamos képzésben 26, a 4 év folyamos képzésben 115 diákunk számára lezárul egy életszakasz. Kedves végzőseink! Ma utoljára szól nektek a csengőszó a Bocska István Katolikus Gimnáziumban. Itt és most ti vagytok az ünnepeltek. Hétfőn már arról kell számot adnotok, hogy hogyan töltöttétek a középiskolás éveiteket, hogy megszereztétek-e mindazt a tudást, amire a jövőben szükségetek lesz. Hisszük, hogy mindannyian eléritek majd a kitűzött célt, és sikeres érettségi vizsgát tesztek. A fenntartó EGRI főegyházmegye képviseletében Kocsis Sándor plébános köszönt el a ballagóktól. A végzősök a közös ének után a sportpályára vonultak az igazgató vezetésével.